Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélni, az a címe az esőkérés nagy dilemmája. És ezzel szeretném azt bemutatni, hogy a halacha annyira ki van dolgozva, minden egyes részlet meg van vitatva, és vélemények vannak róla, mi a helyes, és mi a nem helyes, és utána pedig azt fogunk látni, hogy mit tanít ez minket, milyen morális tanítás tanít ez, azon kívül, hogy maga a kérdésre ad választ. Miről van szó? Esőkérés. Ugye, hol van esőkérés? A zsidó ember minden nap háromszor imádkozik. Reggel, délután és este, Sáherit, Mincha és Máriv vagy Arvit. A minden imának a legfontosabb része az az Amida. Hogy régi imakönyvekben fő imádság, de szó szerint is azt jelenti Amida, hogy állni, mert tényleg, mikor mondjuk ezt az Amidát, akkor állunk. 18 plusz egy áldásról van szó, ezt a bölcsek már lassan 2500 évvel ezelőtt, körülbelül 2500 évvel ezelőtt előírtak, összeválogattak, összeírtak a legfontosabb dolgok, amire az embernek szüksége van, és ezt előírtak nekünk az Amidában, ezt kell elmondani, ezt kell kérni az Istentől. Az elején és a végén van három-három áldás, amiben dicséret van az Istennek, és a kettő között 12 plusz egy áldás, amiben kérés van. A dicséretben, az elején, a második áldásban ott megdicsérjük az Istent, hogy másiva ruachu majrid hagesem, aki szelet fúvat és esőt hullat. A kilencedik áldásban, abban, amiben kérünk, amiben imádkozunk a megéletésért, ott pedig kérünk esőt, de tén tal umatal livracha, és hoz áldásos esőt és harmatat a földre, hogy lakjunk jól annak javából. Először megdicsérünk az Istent arra, hogy ő az, aki hozza az esőt, és utána pedig kérünk áldásos esőt. Ugye az eső, beszélünk, amikor a bölcsek ezt megírták, ezt az imát, 2500 évvel ezelőtt, akkor a társadalom, nem csak a zsidó társadalom, valószínűleg az egész környék, talán az egész világ, főleg mezőgazdaságból élt, és a mezőgazdaságban a legfontosabb dolog az eső, mert eső nélkül nincs semmi. De be kell vallani, hogy ma is nagyon-nagyon fontos az eső, mert ma is igaz, hogy nem a társadalomnak a nagyobb része nem mezőgazdasággal foglalkozik, de akkor is nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság kapjon elég esőt, mert ha nem, akkor nem lesz búza, nem lesz semmi, ami kell. Mindenképpen az eső az a megéletésnek a része. Régen valójában a legtöbb ember ebből élt, de ma is egy nagyon fontos dolog, amiben az emberi ellátást segít, és ezért a kilencedik áldás, a megéletési áldás, úgy kezdik Baruch Aleinu, ott kérünk esőt. Mikor kell az eső? Most a bölcsek, akik összeírták ezt az imát,
akkor ők Izraelben éltek, és Izraelben télen kell eső, nyáron nem kell eső. És most az egyszerűség kedvéért az évnek két évszakja van. Télen és nyáron. Tél az Szukottól Peszáhig, nyár az Peszáhtól Szukottig. Fél év és fél év. Mikor van szükség esőre? Izraelben és azon a környéken eső csak télen kell, nyáron nem kell eső, sőt, ha lenne eső nyáron, tönkretenne minden, ami kint van a mezőn, ami ki van téve, hogy száradjon, stb. Szóval az nagyon rossz dolog. Emlékszem, amikor 13 éves voltam, valamikor a nyár középen, júni-júliban voltam Izraelbe, hazajöttem reggel a zsinagógában, mondtam a nagynénimnek, most kérek egy esernőt, mert ha kimegyek, akkor legyen nálam egy, mert látom, hogy nagyon felhős. Mert azt mondta nekem a nagynéném, felhők vannak, de eső nincs, egész nyáron nincs eső. De mondom, nincs eső, és a mezőgazdaság úgy is be is van állítva, hogy nincs olyasmi, amit ültetnek, és szüksége lenne esőre nyáron, és ezért nem kérnek esőt. Ha valaki kér esőt nyáron, újra kell imádkozni, mert ez nem egy áldás, ez egy átok, ha lenne eső, akkor nyáron. Erre mondja a Talmud, erre mikor kell kérni esőt? Mikortól? Melyik, pontosan melyik napon kell kérni esőt? Kezdünk esővel foglalkozni. Erre azt mondja a Talmud, hogy Szukott első napján ítélkezik Isten arról, hogy mennyi eső legyen abban az évben. Szukott első napján. No, ezek szerint Szukott első napján, sátrak ünnepe első napján kérjünk esőt. Ki van zárva? Miért ki van zárva? Mert Szukottkor, sátrak ünnepen, kint kell enni a szukában. Enni, inni, tartózkodni. Hát ha jön az eső ránk, az egy rossz dolog. Ezért az ünnep alatt semmiképpen nem foglalkozunk esővel, mert mi nem akarunk, hogy legyen eső. Mikortól kezdünk esővel foglalkozni? Szukott, ahogy elmúlik a Szukott, a Smini Atzeret. Smini Atzeretkor azt jelenti, hogy a Szukott hatodik napja, amikor már Izraelben már nem ülünk a szukában, akkor már van az úgynevezett Geshem bencsolás. A Sámuel imájában egy két oldalas ima, az Amida ismétlések, a 364 és 365. oldal, és akkor hirdetjük ki, Sátuhu Hashem Elokeinu, Mashivonu Azumairi Dagesem. Hiszen te vagy örök Istenünk, aki szellet fúvat és esőt hullat, áldásra, életre, bőségre. Többek között. Akkor említjük az esőt. De, azt mondtak a bölcsek, már nagyon kell már az eső, de még mindig csak említjük. Amikor azt mondom, említjük, mire gondolok, már azt mondjuk, hú, az Isten az, aki hozza az esőt, mert nyáron az nem a dicséret. Most már említjük az esőt, de még nem kérünk esőt. Miért nem kérünk esőt? Mert a Szukott, a sátrak ünnep, az egy zarándok ünnep. Minden zsidó, aki csak képes, feljön Jeruzsálembe, a Jeruzsálemi szentébe. Hát akkor lesz eső, akkor az úton meg fog ázni. És ezért ünnep kimenetelő után, Smini Atzeret utáni naptól még 15 napot várunk, hogy a Talmud azt mondja, hogy az utolsó zsidó már az Eufrateshoz érjen. Mert az már a legmesszibb pont. Mi azt jelenti, a legtöbb zsidó már jóval karában már otthon van, de még mindig nem kérünk esőt, mert sajnálunk az 1-2-3 zsidó, azt egy 2-3 zsidót, aki még úton van. És itt egy nagyon fontos tanítás van. Az egész mindenki, aki Izraelben él, szüksége van esőre.
De nem kérünk esőt. Miért nem kérünk esőt? Mert van egy zsidó, aki meg fog ázni. Ő feljött ide Jeruzsálembe egy vallási előírást teljesíteni, ezért a szívünk nem enged meg. Nem engedi meg, hogy a szívünk nem engedi meg, hogy kérjük esőt. Hiába nekem van egy földem, és a mezőn szükség van esőre. Nem, de az a zsidó meg fog ázni, ezért nem kérünk esőt. Ez egy nagyon fontos tanítás, hogy mit jelent az összetartás. Hogy az embernek szükség van esőre, de azt mondja az Istennek, most még nem, meg kell várni az utolsó zsidót. Mondja a Talmud, hogy igaz, hogy és mikor kérünk már esőt Izraelben? Hezván 7-en. Hezván 7-en kérünk esőt, ez már most már 2 hete lassan. Hezván 7-e volt november, nem, október 31-én este, akkor már akkor kezdtek kérni esőt Izraelbe. Erre azt mondja a Talmud, és idézem, ugye a témának egy részét megírtam a Rabbi válaszol első kötetben, 5. fejezet, ez már megjelent 2018-ban. Mondja a Talmud, hogy Babilónia éghajlata eltér Izraelétől, és ilyenkor nincs szükségük esőre. Babilóniában nincs szükség esőre ilyen korán, Hezván 7-en. Ezért az őszi napfordulótól számított 60. napon, december 4-en vagy szökő évben 5-en este kezdik kérni az esőt. Ott még nincs szükség esőre, hogy írva van Izrael, ez egy ilyen hegyes hely, ott több esőre, korábban van szükség esőre, Babilónia az, ott később van szükség esőre. Jó? Erre az a kérdés, és akkor ők már is, akkor mikor kezdenek, december 4-e vagy 5-e. A kérdés nálunk, Európában, mikor kérünk esőt? Erre vita van a középkori törvényhozók között, a Rishonim között. Van, aki azt mondja, hogy minden hely kér, ahogy ott szükség van. Például Provence-n a Franciaországban, már korábban van szükség esőre, akkor ők izraeli szokás szerint kérnek az esőt, mert szükségük van. Máshol nincs szükség ilyen korán esőre, megvárjuk a babiloniai időt. Ugye lényegében egy 5-6-7, egy hónapja, 5-6-7 eltérés van a kettő között. De a Shulchan Aruch nem fogadja el ezt a véleményt. A Shulchan Aruch azt mondja, nem lehet azt csinálni, az biztos nem lehet csinálni, hogy minden zsidó döntsen el, hogy mikor kell neki eső. Nekem van földem, akkor kérek esőt. A szomszédom neki közértje van, nem kér esőt. A harmadik ember félig számítógépezik, félig mezőgazdaságot, akkor ő kér esőt. Nem lehet azt csinálni, mindenki kér. Mindenki másképpen kér. De az első vélemény azt mondja, a Provence, Franciaországban, ott az egész helynek, az egy olyan hely, ahol szükség van esőre. De ez se az elfogadott vélemény a Shulchan Aruchban, hanem azt mondjuk, hogy az egész zsidó nép két részre oszlik. A Szentföld és a Szentföldön kívül, hogy a Talmud mondja, Babilonia eltér, akkor a két dátum van Izraelben. Ekkor Izraelen kívül már csak december 4-én vagy 5-én. Ennek ugye azért, mert a zsidó nép ez egy egység. A Talmud ebből kettőt csinált, Izrael és Izraelen kívül,
Van más halacha is, ahol Izrael kívül eltér, például Izrael kívül két napot tartunk, Izrael csak egy napot, akkor itt is két részre oszlik a zsidó nép, de nem több. De nem több, és semmiképpen nem később, mint december 4-5-én semmiképpen. Nem mondhatja, hogy nincs szükségünk esőre. Ez még az imából is fakad, mert az ima az mindig közösségi ima. Nem csak azért közösségi ima az ima, mert elmegyünk a zsinagógában is tíz emberrel együtt imádkozunk, hanem maga az imának a szöveg az mindig egy közösségi ima. Gyógyíts minket örökkévaló, hogy meggyógyulunk. Nem gyógyíts engem örökkévaló, hogy meggyógyulok. Áld meg nekünk, örökkévaló Istenünk, ezt az évet, hogy minden termés jó legyen. Minden dolog szabadulásunkra. Minden ima az egy közösségi ima. Az nem magánembernek az imája. Még akkor is az ember együtt imádkozik otthon, mert falun lakik is, az nincs zsinagóga, akkor is közösségi ima. Nagyon fontos dolog az ember, mert járjam zsinagóga. Mondjuk vasárnap, mikor az ember ráér, vagy hétközben van egy szabad napja, vagy nyugdíjas, vagy valami miatt. Nagyon fontos, hogy mondjuk hétfőn és csütörtök, amikor tóraolvasás is van, hetente egyszer, hetente kétszer, hetente minden nap. Ahogy az ember tud, nagyon fontos dolog közösséggel imádkozni, de mindenképpen az ember otthon imádkozik, akkor is közösségi nyelven imádkozik. Nekünk. Ha nekünk, akkor egy nagy közösség az egész zsidó nép, és a babiloniai éghajlat után megyünk. Még egy kérdés van, és utána átmegyünk a különböző nagy dilemmákhoz. Amikor én írtam ezt az írást, akár pont 305 év volt, szerintem közben már 310 év, hogy vajon mikor kell esőért imádkozni a délő féltekén. Akkor volt Chaim Sabtai szaloniki rabbi, azt válaszolta braziliai zsidóknak, akik levélben megkérdeztek, hogy soha ne kérjenek esőt közösségi áldásként, csak magánkérésként, Pesach után, mégis szükség van az esőre. Ott minden fordítva van. Közösségi imában semmiképpen, mert nyár, amikor nekünk, az egész világnak tél, nekik nyár van. Ugyanitt Brazília, ugyanitt Ausztráliában. És nincs értelme akkor kérni esőt, mondja a Chaim Sabtai. Télen, amikor nekik tél van, egész világban nyár van, megint nem lehet kérni, mert senki nem kér. De erre van a 16. áldás, ahol a smáka léno áldásán magán kérel neked is lehet. Ott kérjen az ember esőben, bármit lehet kérni. De nem ez az elfogadott vélemény, hanem az elterjedt vélemény szerint ugyanúgy, hogy az északi félteket országai egységként imádkoznak, egész Európa, egész Közel-Kelet egyszer imádkozik, ugyanúgy nem teszünk különbséget a déli féltekén sem. A világ nagyobb része az északi féltekén él, ráadásul itt helyezkedik el Izrael is, ezért ehhez igazodik a déli félteke is, és az évszaktól függetlenül kapcsolódnak az egész zsidók nép közös imájához. Mert lényegében, mikor abban a pedig azt mondjuk, hogy egy egységként, és a zsidó nép többsége olyan helyen él, ahol télen tél van, és kell eső, akkor már mindenki ekkor kéri az esőt. Jó, akkor miben maradunk? Maradunk abban, hogy Hezsván 7-én, ami idén november 1-től december 5-áig, akkor van az eltérés. Izraelbe kérnek esőt, mert ott már szükség van esőre. Izraelen kívül nem kérnek esőt. Most, hol a nagy probléma? A nagy probléma az, ott van, hogy mi van akkor,
hogy egy izraeli eljön külföldre. Hezban 7-e, november 1-én ő Budapesten tartózkodik. Kezdi kérni az esőt, vagy nem? Vagy mi van akkor a november 7-én jön Budapestre? Ő már kezdte kérni az esőt Izraelbe. Akkor továbbra is kéri az esőt? Továbbra is kéri az esőt, vagy nem? Ez a nagy kérdés, csak közben eszembe jutott, van egy fontos mondat még, és szintén egy fontos tanítás van benne. Azt mondtunk, hogy azért nem kérünk rögtön a szukott ünnep után az esőt, mert zarándok ünnep van, és minden, és megvárunk, az utolsó zsidó hazamenjen. Felmerül a kérdés, már a szentély már lassan 2000 év, majdnem 2000 év, hogy nem áll, akkor kit sajnálunk most? Miért nem kérünk esőt rögtön? Erre azt van írva a Sulchan Aruchban, még a szentély lerombolása után is szoktak az egész környékről feljönni Jeruzsálembe, ahogy ma is csinálják, és ezért marad az eredeti, ami azt mondja, nem szűn meg teljesen ez a zarándokalás, és ezért lehet, hogy Eufrateszről nem, arról a környékről már nem jön senki, de mégis, mivel nem szűn meg a zarándokalás, akkor ez megmarad. Mai napig is ez a szokás, nagyon sok zsidó, aki lakik Izraelbe, igyekszik, hogy Pesach ünnepe alatt és a Szukkot ünnepe alatt legalább egyszer elmenni Jeruzsálembe, ha már elmennek Jeruzsálembe, akkor elmennek a sírotafal, az imádkoznak. Ezért bizonyos szempontból még folytatnak a zarándokalás, ami volt régen. Régen fel kellett menni a szentélybe, bemutatni áldozatot, ma az már nincs, de még mondom, egy kicsit még folytatunk. Egy kicsit még folytatunk ezt a szokás, és ezért az ima nem változott, és még mindig Hezsvár 7-e. Akkor említettem, hogy van az a kérdés, hogy mit csináljon az izraeli, aki már kezdett kérni esőt Izraelbe, utána jön Budapestre. Erre azt hiszem, hogy minden vélemény egyezik abban, ha már kezdte kérni, akkor kérjen, maradjon. Maradjon, ne hagyjan abba a kérést. Ha a családja maradt Izraelbe, akkor biztos, hogy ő neki fontos, hogy Izraelbe legyen eső. Ha a családja nem maradt Izraelbe, de ő maga még vissza fog menni most a téli időszakban Izraelbe, akkor szintén fontos, hogy neki, hogy legyen a eső. Ha eljött Izraelből, és már nem megy vissza, akkor is mondjak minden vélemény. Nem. Akkor kérdéses, hogy folytatja, vagy nem folytatja. És az elfogadott vélemény, ha már kezdte, akkor folytatja, továbbra is kéri az esőt. Mi van akkor, hogy ő még nem kezdte kérni az esőt Izraelben, mert ő november 1-e előtt már jött Budapestre, akkor két vélemény van, hogy kell-e kérni esőt, vagy nem. Nézzünk meg most fordítva. És ez volt az én esetem. Én voltam Izrael, ugye a fiamnak a brisze, szerintem az unokámnak a brisze volt a körülmetélése. Épp hétfői napon volt a körülmetélése, a brisz után este már kezdte kérni az esőt, én pedig Izraelben vagyok. Az a kérdés, mit kell tenni? Most?
Itt olyan helyen vagyok, ahol szükség van esőre, de nekem nincs szükségem esőre, mert 2-3 nap múlva megyek vissza a Budapestre. Kérdés, hogy kell-e mondani esőt, vagy nem, kell-e kérni esőt, vagy nem. Valaki azt mondja, hogy itt is van az a vélemény, hogy nem kell kérni, de az elfogadott vélemény az, hogy mégis mivel én Izraelben vagyok, akkor kellene kérni esőt. És itt jön a nagy dilemma. Itt jön a nagy probléma. Van az a vélemény, vannak, akik azt mondják, hogy az embernek, aki külföldről jött, kell, hogy kérjen esőt, és ha már kezdett kérni esőt Izraelben november 1-én, akkor visszajövök Budapestre november 3-án, akkor én leszek az egyetlen külföldi Budapestre, aki kér esőt. Mert a helyi emberek a babiloniai szokás szerint fognak kérni esőt december 4-én este. Én, mivel én Izraelben voltam, fogok kérni esőt, kérek esőt továbbra is. Ehhez nem volt kedvem. Ehhez nem volt kedvem, pont azért közösség. Itt vagyok, én lakom. Budapesten lakom, mindenki Budapesten nem kér esőt, csak kivétel az a pár izraeli, aki jön és megy, csak a miért legyek én más. Erre mit csináltam én? Én követtem azt a véleményt, aki azt mondja, hogy ne a 9. áldásnál, a megéletésnél, annál az áldása mondja az ember esőt, hanem később a magánkérelmeknél. A halacha azt mondja, valaki elmondta az Amidát, és nem kért esőt, újra kell mondani az Amidát, mert hiányzik egy nagyon fontos dolog hiányzik az imából az eső. Ha befejezte az egész Amidát, akkor újra kell kezdeni előről, mintha kihagyott volna egy áldást. Mi van akkor, ha nem elfelejtette a 9. áldásnál, most 10., 11., 12. tart, semmi probléma, menjen tovább a 13., attól lehet kérni a magánkérelmeket, ott kérjen esőt, és utána folytatja. Ha ott se jutott eszébe, és befejezte, és tovább ment, akkor vissza kell menni. Ha befejezte, akkor az egészről előre. Mindenképpen, van egy ilyen lehetőség, az ember nem mondja el a 9. áldásnál, lehet ezt pótolni a 16. áldásnál. Azt mondtam, jó, én pótolni fogom a 16. áldásnál, kérni fogom ott az esőt, mert Izraelben vagyok, és a helyi embereknek kell, de nem a 9. áldásnál, és így, ha visszajövök Budapestre, ugyanúgy mondok továbbra, hogy a 9. áldás, ahogy mindenki más. Ez volt az én érvelésem. Ez nem 100%-os, mert mindegyütt hol kértem. Az, aki azt mondja, hogy folytatni kell a kérést, akkor továbbra is kell kérni. De mindenképpen ez volt egy ilyen kis kompromisszum. És erre meséltem a zsinagógában, hogy az eső megbosszulta rajtam. Mit jelent megbosszulta? Kint voltam, utána 3 napig mentünk ott Európai Robik konferenciájai, mentünk, jöttünk ide-oda, mindig volt egy kocsi, egy busz, soha nem jártam, alig gyalogoltam az utcán, de gyönyörű szép időjárás volt, sütött a nap, meleg volt, minden. Az utolsó napon egy fél órát kellett gyalogolni ide-oda, és akkor nem volt se kocsim, se busza, és akkor jött az eső. Izrael egyébként általában nincs nagy eső. 10 perc, negyed óra, fél óra eső, és kész. Ritkán van egy ilyen hosszú eső. Mindenképpen pont abban a fél órában volt az eső, amikor én futottam ott, mert zsinagógába kellett mennem, könyvesboltban, találkozni kellett egy professzor asszonynal, 2 professzor alatt a könyvtárban, pont abban a fél órában jött az eső, utána, amikor már kocsiban ültem újra, megint nem volt eső.
Szóval ebben úgy éreztem, hogy hogy az eső megbosszult engem, mert nem kértem rendesen esőt. Most mi lett volna az a külföldi, mint én, aki Izraelben van, és november 1-én kell kezdeni kérni esőt valahogy, és nem kér, elfelejtett. Erre minden vélemény egyezik abban, hogy akkor nem kell újra imádkozni. Miért? Mert én valójában nem vagyok izraeli. Azt jelenti, illik kérni esőt, mert a helyi embereknek a szükségét kell figyelembe venni. Ha nem kértem esőt, akkor az nem baj. No, Miriam, lehetséges, hogy az évről évre osszályosabb nyáraink egyik oka az elvilágiasodás. Hogy nem kérnek elég esőt? Hát régen vidéken nagyon sok zsidó élt, és mindenki kért esőt. Sajnos, ugye a holokauszt óta vidéken alig van zsidó, senki nem kér ott esőt. És ezért nincs ott elég eső. Hát? Szóval ez az esőkérésnek a nagy dilemmája. Kérni, nem kérni, hogyan kérni. De egy dolog biztos, hogy jön ez izraeli, ide külföldre. És ő már kér esőt, itt is. Előimádkozik, akkor nem mondjon, ne kérjen esőt. Amikor előimádkozik, ne kérjen esőt, mert az egész közösség hallja őt, és ő nem tud eltérni. Ő nem tud eltérni a közösségtől. Akkor ő nem kérhet esőt. Szóval nagyon érdekes az, hogy mennyire figyelünk az, hogy a zsidó nép, mint közösség. Nem mindenki kér, amikor neki szüksége van. Az összes külföldi zsidó az egy egységet alkot. Ezek nagyon érdekes dolgok, és nem kérünk esőt, mikor valaki még az úton van. Szóval ezek nagyon különleges dolgok, mutatja, mit jelent az, hogy közösség. Egy közösség vagyunk. Most ne felejtsünk el, hogy igaz, hogy mi még nem kértünk esőt, de december 4-én este mi is fogunk kérni esőt, ez vasárnap este. És megint állat azt mondja, hogy az ember nem mondta el a 9. áldásnak, hogy lehet meg pótolni ezt a 16. áldásnak, ha azt se pótolta, akkor jöjjön vissza a 9. áldásig, ha befejezte az imát, akkor elejéről kell ismételni. Szerintem a legérdekesebb az, hogy Brazíliában és Ausztráliában kérnek esőt nyáron, és télen, amikor nekik nyár van, és nem kérnek esőt, amikor nekik tél van. Ez szerintem a legérdekesebb itt az egészben. Egy egység, mert lényegében, mintha azt mondanánk, hogy az ember nem kér magáért semmit. Nem csak az ember mindent, amit kér, nem csak az magának kéri, hanem mindenkinek, hanem valamikor sok mindenkinek kéri, és nem magának, mert neki nyár van. Az se baj. Tehát semmiképpen ne legyen az ember magának kér, és nem veszi figyelembe a közösséget, az inkább lehet, az ember veszi figyelembe a közösséget, és nem magát, hogy én épp hol vagyok, és nekem mire van szüksége. Én egyszer hallottam, nem ellenőriztem, hogy Budapesten több eső van nyáron, mint télen. Budapesten, Magyarországon több eső van nyáron, mint télen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Természetesen a halaká nem változik. Hogy mikor kérünk esőt, mikor kell ismételni az esőt. Ez egy érdekes dolog, hogy természetesen, mivel Magyarországon van nyáron is eső, akkor természetesen a mezőgazdaság ehhez igazodik, és ez veszi figyelembe. Azt jelenti, Izraelben tesznek olyasmit, amit külföldön nem lehet, és külföldön tesznek olyasmit, hogy Izraelben nem lehet, mert mindig figyelembe kell venni a helyi dolgokat. De érdekes kérdést megkérdeztek, Jeruzsálemben volt egy nagyon híres rabbi, Auerbach rabbi, ez Auerbach rabbinak a könyve. Shlomo Zalman Auerbach. És őtől megkérdeztek, és azt mondtak,
hogy miért nem kérünk esőt rögtön sátrak ünnepe után, várunk két hetet, azért, hogy az utolsó zsidó még tudja hazamenni. Az az utolsó zsidó, aki két hétig utazik, ahhoz, hogy Pesachkor tudjon Jeruzsálemben lenni, akkor két héttel Pesach előtt már elindul útra. Azért, hogy két héttel Pesach előtt a eufráteszi zsidó már úton van. Akkor hogyan kérünk mi esőt akkor? Kellett volna abbahagyni az esőkérést már két héttel Pészak előtt, mert vannak zsidók, akik már elindultak útra, és megáznak, amikor mi kérünk, de szén, tálim, motoli, rohoj, kérünk esőt. Ez gyerek volt, amikor feltettek neki ezt a kérdést, és erre azt mondta, nagyon praktikus válasz. Azt mondja, sátrak ünnepe az a nyár végén. Jön az eufráteszi zsidó Jeruzsálembe nyári ruhával, mert nyár van. Hazafele, jaj, hirtelen jön az eső, se megázik. Pesach az a tél vége, amikor ő elindul otthonról, ő még jól be van öltözve, és esőkabát is minden, és nem baj, ha esik az eső, mert így se ázik meg. Ez volt a rabinak a válasza. De mivel szükség van már esőre, csak azért nem kérjük, mert van az a zsidó, aki még nem ért haza, ha valaki véletlenül kért esőt, akkor nem kell ismételni az imát, mert most már az esőnek a szezonja van, csak mi nem kérjük, mert sajnálok azt a zsidót, aki meg fog ázni. De mivel ez már esőnek a szezonja, akkor ezért nem kell újra imádkozni. Mert nyáron, ha kér esőt, akkor újra kér. Most nem a nyárnak, most nem az esőnek a szezonja. Jó, van még apró halaká ebben a kérdésben, de hát az alapelveket elmondtam. Szóval ez volt az én nagy dilemmám. Időzőjelben harcoltam az esővel, és az eső megbosszult engem. No. Köszönöm a figyelmet, Isten segítségre egész héten majd fogok tanítani. Azt szeretném mondani, hogy a héten lesz a Dunaparti hétvégen Ráckevén. Mindenkit szeretettel várunk, szerintem minden zsidónak adta helye. Nagyon-nagyon érdekes program lesz. Sokat fogunk beszélni, tanulni. A téma, a nagy téma az a zsidók és a pénz. Különböző témák, akár kabalisztikus, a kabalának a megközelítése a pénzhez, illetve mindenféle jogi kérdéseket fogunk megtalálni, illetve beszélgetni, énekelni, és mindenkit szeretettel várunk. Aki szeretne jelentkezni, de kellett ki segítség, szólja nekem is, próbálom mindent megtenni, hogy az a zsidó, aki szeretne jönni, tudjon jönni Ráckevére. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, mindenkinek holnap majd folytatjuk a Zohárral, a Kabbalának az alapkönyvében, ami már jó pár hete, hogy nem tanultuk. Viszontlátásra, köszönöm szépen!